A települések többsége, ha teheti, az idén is kiegészíti az állami támogatást, és tápláló, egészséges ételeket tesz a rászoruló gyerekek elé nyáron is. Vannak olyan családok, amelyben a gyerekek a nyári étkeztetés nélkül éhesen maradnának, ezért tartják az önkormányzatok fontosnak, hogy biztosítsák az egyszeri melegételt a rászorulóknak. Két ebédet hozzatok, kislányok! Nyírtelek az idén először pályázott étkeztetésre. Körülbelül ez 80 családot érint most, de ez felmehet egészen 100-ig. Kétféle lehetőség van, vagy itt fogyasztják el az étkezékbe, vagy elviszik és otthon fogyasztják el. Ennek is megteremtettük a lehetőségét, természetesen kidobozolva mindenki hazaviheti. És azt gondolom, hogy ez a családoknak a nyári időszakra nagyon fontos segítséget jelenthet. Ezen a konyhán több száz személyre főznek, a rászorulók nagy része elviszi az ebédet, amit adagolnak, csomagolnak a konyhán. Ahogyan a közétkeztetésben, úgy a nyári ingyenes étkeztetésben is figyelnek arra, hogy egészséges és változatos étrendet alakítsanak ki. Ez pedig már a nagykálói konyha heti menüsora. Egy adag ebédet 450 forintból hoznak ki, a településen évek óta számíthatnak a rászorulók az ingyenes ebédre. Szükült a jogosultsági kör, ezért a tavalyi 260 eset után most a 220-an veszik igénybe ezt a lehetőséget, vagyis 220-an jogosultak erre a nyári étkezésre. Azt gondolom, hogy mi pályáztunk, mert fontos az, hogy minden úton segítsük a gyermekek nyári lehetőségeit. Étkezéssel kapcsolatosan ugye folyamatosan kapjuk azért a jelzéseket az óvodákból, iskolákból, hogy sokan vannak olyanok, akik az óvodában esznek meleg ételt. Ezért is tartjuk fontosnak. A nyári szünet beköszöntével indult el a nyári étkeztetés, amit az önkormányzat csak akkor tud biztosítani, ha a szülők kérelemben jelzik igényüket a jegyző felé. Információt a gyermekvédelmi szolgálatoknál is kaphatnak a rászorulók.